Ugye itt látszik rajta, hogy ezek a szemek az aszály miatt nem tudtak kitelítődni, csak itt vannak, és normális esetben ez a kukoricacső egy 25-28 cm hosszúnak kell lenni, és teljes végig berakott csővel. Átlagosan 10 cm-rel kisebbek a termések ebben a szőlősgyöröki kukoricásban. Az aszály miatt jelentős károkkal kell szembenéznie a gazdáknak. A régióban ez a szőlőgyörök és környéke, ez nagyon csapadékos, hiányos volt. Minden felhő az gyakorlatilag elkerült nyáron bennünket, és főleg itt látszik a Balaton nyugati végétől elhúzott északra, és sajnos nekünk nem jutott ebből a csapadékból, ami a termésünket rendesen megnövelte volna. Nem csak a kukoricánál, de a kalászosoknál is termésveszteséget okozott az aszály. Mind a búza, mind a napraforgó tekintetében átlagosan 20-30%-kal volt kevesebb a termés. A legsúlyosabb aszálykárt azonban a kukorica szenvedte el a régióban. A 10 tonna környékén meg szoktuk átlagosan termelni. Az idei évben ez sajnos ugye az aszály miatt csak a felére sikerül. Átlagosan, tehát nekem is vannak olyan táblák, amik 6-7 tonnát tudnak, vagy tudtak, és most sajnos ezen pont egy homokosabb területen aratunk, ezen sajnos csak 4 tonna az a hozam, ami sajnos még a költségeket sem fedezi. A gazdák azt mondják, hogy ha ez az időjárási tendencia folytatódik, át kell gondolniuk, hogy érdemes-e a jelenlegi növényekkel foglalkozniuk, hiszen öntözésre nincsen lehetőség, és így a szélsőséges időjárás miatt minden évben kisebb-nagyobb veszteséget kell túlélniük. A szeptemberi esőzések ugyanakkor kedvezően hathatnak az őszivetésekre, és a talajmegmunkálást is segítik. Az elmúlt hetekben a térségben átlagosan 160-170 mm eső esett. Nagyon kellett ez a csapadék mennyiség. Ilyen sok csapadék után sem sáros a föld. Ez azt jelenti, hogy óriási hiányok vannak. Az alsóbb rétegekben nagyon hiányzik a csapadék. Hogy továbbiakban, hogy mennyi, hogyan lesz, azt nem tudni. Az őszi talajmunkákhoz, az őszi vetésekhez per pillanat ez a mennyiség elég, aztán várjuk a továbbiakat, hogy november vagy decemberben hújjon több, de talán esetleg hó legyen, ami nagyon kellene. A somogyi földeken jelenleg a még le nem aratott kukorica betakarítása és az őszi szántóföldi növények vetéséhez szükséges talaj előkészítése zajlik.